Köszöntöm a Hosszabbítás című sportmagazinunk nézőjét. A Békés Csaba Labdarúgó Akadémia is kitelepült a pályaválasztási vására, hogy népszerűsítse a klubot és a labdarúgást. Az egyesület fő céljairól és az eseményről kérdeztük Jakab Pétert és a csapat egyik játékosát. Igazság szerint hiányát éreztük, mert azért szeretjük azt, hogyha meg tudunk jelenni ilyen nagyobb volumenű rendezvényeken, hiszen nagyon sok gyerek, nagyon sok szülő ellátogat ide, megismernek minket. Néha rá is csodálkoznak, hogy mit keresünk itt ezen a helyen, de akkor mi elmondjuk nekik, hogy mi egy oktatási intézménynek tartjuk magunkat. Igazából mi mozgássportot oktatunk, ezen belül a labdarúgást, és ilyen szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, mert nagyon sok akadémia úgy gondolkodik, úgy dolgozik, hogy egy-két iskolával kapcsolatot tartanak, és abba az iskolába irányítják a labdarúgóikat. Vagyis, hogy a labdarúgó nem tudnak tulajdonképpen szabad választás, iskolaválasztás jogával érni. Mi ilyen helyzetben most jelenleg Békés Csabán nincs más, mint mi, mert mi azt mondjuk, hogy bármelyik iskolában mehet az illető, hiszen nem kötjük meg, hogy mi szeretne ő lenni, nem határozunk meg, hogy csak ez vagy az az iskola, és így nyugodtan el tudnak menni több helyre, viszont itt megjelenünk, és megpróbáljuk összegyűjteni, összefogni azokat a vidéki gyerekeket, akik szeretik a focit, és szeretnének még a Békés Csabai iskolai idők alatt labdarúgással foglalkozni. Úgyhogy a kérdésed, megéreztük a hiányát ennek, ahogy nem volt ez a vásár, és szeretünk is itt lenni, mert azért jó érzés, hogy egy ilyen alkalommal 70-80 diákot regisztrálni tudunk. Még ha igazán nagy hasznunk nincs is belőle, de azt mondom, hogy azért minden évben egy 5-6-10 gyereket össze tudunk szedni, akik aztán rendszeresen jönnek és sportolnak. És mai világban ez is egy fontos eredmény szerintem. A standunkat nagyon szépen berendezték a kollégák. Van ott egy televízió, amin folyamatosan mennek a klub életéről szóló filmek. Most már szerencsére nagyon sok ilyen filmünk van. Akár edzésekről, akár beszélgetésekről, egyebekről lehet látni dolgokat. Aztán természetesen, hogyha valaki személyes információt kér, akkor szórólapokkal el tudjuk látni, illetve el tudjuk neki mondani, hogy kihez forduljon, mint oktatási vezetőhöz. Benkóné Dudás Piroska egyébként az oktatási vezetőnk, és ő az, aki a beiskolálásokban segítséget tud nyújtani. A szórólapon rajta van az elérhetősége, és a szülőket arra kérjük, amennyiben szükség volna arra, hogy segítsék őket a pályaválasztásban, akkor a Piroskanét lehet keresni. Mód van rá, akkor minél hamarabb oda szeretnénk kerülni mi is az első csapathoz, és ennek a rendezvények a lényege, hogy az elveszett tehetségeket, korunkbelieket biztatni arra, hogy ők minél többen kezdjenek el focizni és jöjjenek, de sose lehet tudni, hogy milyen tehetség van köztük. Rengeteg van vidéken, csak nem tudom, valahogy elvesznek, vagy nem tudnak úgy kimagaslani, de nagyon sok olyan játékos van, akinek lenne helye Békés Csabán, vagy akár valami nagyobb neveknél is. Őszi focitávot rendeztek a Békés Csabai Labdarúgó Akadémián a megye fiatal tehetségeinek. Az esemény célja mindamellett az, hogy a sportágat népszerűsítse, hogy megtalálja a jövő fiatal csabai tehetségeit. A kiválasztó táborba összesen 16 gyermeket hívtak, akik két napon keresztül edzéseken vettek részt a Labdarúgó Akadémián. A gyerekek a megye számos pontjáról érkeztek, mindannyian az U11-es korosztályhoz tartoztak. Próbálunk, hogy minden nap tanuljanak valamit tőlünk, amikor itt vannak, amikor jönnek edzés és hétköznap is. Természetesen most is erre mentünk rá, hogy minél több labdaérintés legyen, akár különböző játékhelyzeteket, szituációkat gyakoroljunk velük. A Magyar Labdarúgó Szövetség a 10 kiemelt, államilag támogatott akadémia mellé kinevezett 28 tehetségközpontot, amelyek közül a Békés Csabai az egyik. Ez alatt további körzetközpontok vannak. Békés megyében 3 ilyen klub működik, a Békés Csaba UFC, a Gyulasport és az Orosházi MTK ULE. A tehetségközpontok és a körzetközpontok vannak, tulajdonképpen azt lehet mondani közvetlen kapcsolatban. Közös szakmai program, közös szakmai segítség, egységes képzési rendszernek a kialakítása. És a rendszer úgy válik teljessé, hogy a körzetközpontok alá pedig 10-12 úgynevezett D-szintű vagy kistelepülések egyesületei tartoznak, és azt lehet elmondani ezáltal, hogy az egész kistelepülésektől kezdődően az akadémiai rendszerig tulajdonképpen le van fedve minden szint. Ezáltal a hálózat által
a rendszernek tulajdonképpen el kell érni minden olyan tehetséges gyereket, aki ma focizik, vagy szeretne focizni, és az a fő koncepció, az a fő cél, hogy ezek a tehetséges gyerekek, akár egy kis településen felfedezett kis lurkó vagy játékos, lépegesse meg ezeket a szinteket, kerüljön be mondjuk egy körzetközpontba, és hogyha ott is olyan teljesítményt nyújt, akkor jöjjön be a megyei tehetségközpontba, és a tehetségközpontban a legtehetségesebb gyerekek pedig igenis menjenek az akadémiákra, és ott legyenek majd korosztályos válogatottak vagy válogatott labdarúgók. A körzetközpontok 2021-ben külön feladatot kaptak, amely jövő tehetségeinek felkutatását szolgálja. A körzetközpontoknak pedig feladata az, hogy az U11-es korosztályban térképezzék föl a legtehetségesebb gyerekeket. Ezekre kiváló alkalmak az úgynevezett U11-es bozsik tornák, ahol meg is történtek mind a három körzetközpontban, Gyulán, Békéscsabán és Orosházán. Kialakultak ezek a kis keretek. Ezeknek a kiválasztott gyerekeknek két hetente foglalkozásokat, edzéseket tartunk. Nézzük a fejlődésüket, próbálunk nekik olyan impulzusokat adni, amelyek segítik őket a fejlődésükben. És ennek az egyik része ez az őszi szünetben lebonyolításra kerülő úgynevezett kiválasztó tábor, ahova 16 fiút hívtunk be. Két napon keresztül edzük őket, kis szabadidős programot tervezünk nekik, délelőtt megnézték a emléketes felnőtt csapatunk edzését, és utána reméljük, hogy olyan élményekkel gazdagodva térnek haza, ami tovább segíti őket a felé, hogy igen, maradjanak meg hosszú távon is a labdarúgás felé, és természetesen majd a legtehetségesebbeket közülük szeretnénk látni Békéscsabai színekben, akár majd Békéscsabán felnőtt játékosként a szép stadionba játszani. A tehetség és a körzetközpontokban ezentúl főállású edzőket kell alkalmazni. Ezek az edzők reggel 8-tól este 6 óráig foglalkoztatva vannak, hiszen kezdik a napjukat mondjuk az általános iskolai foglalkozásokon. Utána onnan kijöve készülnek föl a délutáni csapatedzéseikre, ahol ugye az edzéseket megtartják. Ezeknek az edzőknek ugye már főállásban videóelemzéseket kell csinálni a mérkőzéseikről, elemezniük kell, egyéni elbeszélgetéseket kell a csapataikkal csinálni. Olyan adminisztrációs tevékenységük van, ami értékeli a csapatuk játékát, a havi munkájukat. Szóval ez egyfajta tevékenység, ami egy főállású edzőnek ezt jelenti, hogy napi 8-10 óra munkája van, és természetesen a hétvégén utazik a csapatával. A körzetközpontokban megoszlik a munka olyan tekintetben, hogy a körzetközpontok élén körzetközpont vezetők vannak, illetve én, mint úgynevezett grassroots koordinátor, aki a tehetségközpont és a körzetközpontok közötti kapcsolatot képviselem. Mi közösen alkotjuk meg a körzetközponti edzéseknek az anyagát, összeállítjuk, levezetjük az edzéseket, értékeljük a játékosokat, és figyeljük azt, hogy kik azok a gyerekek majd, akik bekerülhetnek a központba. Tehát egy folyamatos nyomonkövetés van a körzetközpontok szintjén, a tehetségközpont szintjén pedig, hát ott pedig mérésekkel, nyomonkövetéssel, egy központi adatbázisba kell majd mindent rögzíteniük az edzőknek, mert ez az adatbázis elkészül. Tehát innentől kezdve tulajdonképpen minden gyerekről majd mindent tudni lehet, aki fontos, aki számít, akit úgy látunk, hogy szeretne ezzel foglalkozni, érdemes arra, hogy lépegessen fölfelé. Az NB2-es Békéscsaba 1912 előre 4-2-re győzött a harmadosztályú SMTK otthonában, és ezzel bejutott a Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé. A lilamezes csabaiak a 8. percben szerezték meg a vezetést, egy baloldali akció után Gránic Patrik közelről találta a hazai kapuba. A vendégek a 19. percben megduplázták az előnyüket, egy jobb oldalról induló akció végén ismét Gránic volt eredményes. A 26. percben Király Patrik indította I. és Tamást, aki magabiztosan gurított a kapus mellett a hálóba, és 3-0-ra alakította az állást. A szünetet követően 3 perc sem telt el, amikor Sós Bence megpatonó lövésével szépített a fehérmezes fővárosi együttes. A házigazda az 56. percben egy gólra csökkentette a különbséget, Sós ezúttal bal lábbal lőtt a csabai kapu jobb felső sarkába. A Békés Csaba a 80. percben döntötte el a továbbjutást, Nikola Pantovics szabadrugásból tekert a léc alá, és állította be a 4-2-es végeredményt. Ennyi fért bele a mai hosszabbításba, köszönjük, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!